maradtak ki területek, ugye főleg a hüvelykúj, az új begyek. Gép ellenőrzi, hogy alapos volt-e a kézmosás, zombán készültek ezek a felvételek. A helyi védőnő és egy bonyhádi orvos gyerekeket tanított arra, hogyan kell alaposan kezet mosni szappannal. Koronavírus járvány idején még fokozottabban kell odafigyelnünk a kézmosásra, ezt mondják a szakemberek. A fertőzés megelőzéséért azzal tehetünk a legtöbbet, ha odafigyelünk az alapvető higiéniás szabályokra és gyakran kezet mosunk. Az új koronavírus szerkezete ugyanis a környezeti hatásokkal szemben nem túl ellenálló, a hétköznapi szappan is képes megbontani a külső rétegét, mondja Balog Andrea, zombai védőnő. A koronavírus az, ami tényleg nagyon veszélyes most is egy alapos kézmosásra ugye eltávolítható, mert ennek a vírusnak ilyen lipid zsíros bevonata van, ami egy sima kézmosó szappannal is eltávolítható, tehát megöli ezt a vírust. Feltéve, ha helyesen hajtjuk végre. Fontos figyelni a szappan használata mellett a kézmosás időtartamára is. Igazán akkor lesz hatásos, ha legalább 20-30 másodpercig tart. Kézmosáshoz mindenképpen víz kell, szappan kell, vagy fertőtlenítő hatású szappan és papírtörlő. Maga a fertőtlenítés egy ilyen 20-30 másodpercet vesz igénybe, de az, ahogy a csapot megnyitom, hogy fölhabosítom a kezemen a szert, hogy utána elvégzem a műveletet, leöblítem, szárazra törlöm a kezem, ez kb. 2 percet vesz igénybe. Ezt használjuk munkába a lépés előtt, WC használat után, étkezés előtt, papírtörlővel szárazra töröljük a kezünket, és ezzel a papírtörlővel elzárjuk a csapot. Sokan gondolják úgy, hogy a kézfertőtlenítő sokkal hatásosabb a megelőzésre és a koronavírus ellen. A szakemberek azonban a kézmosást ajánlják. Ugyanis az alkoholtartalmú kézfertőtlenítő termékek szárítják a bőrt. A kiszáradt, kirepedezett bőrnek ezáltal pedig csökken természetes védekező funkciója. A kórokozók is könnyebben bejuthatnak a véráramba.